A megszokott helyszínen, a Bessenyei Gimnázium dísztermében tartotta hétfő este hagyományos szurkolói ankétját a kisvárai futballcsapat. A rendezvényen bemutatták az új vezetőedzőt Kondás Elemért, valamint az új kapusedzőt Szabó Attilát is. Mivel a nyári szünetben 13 futballista távozott, az érkezési oldalon is jelentős a létszám. Az ankéton 13 játékos, Zöldesi Illés, Molnár F. Tamás, Andri Cserepkó, Verdzel Iván, Mihályló Zankó, Bogdán Melnyik, Prancsa Ilics, Lukács Rajmund, Fodor Ákos, Sergio Adrián Oltán, Hefler Norbert, Szőr Levente és Matija Misics vehette át a csapatmezét. A cél változatlan, az élmezőnyben szeretne végezni a Kisvárda. Az elvárásunkat nem változott a tavalyi évben, mikor itt beszélgettünk, ugyanazt mondtam, hogy többek legyünk, mint az elmúlt szezonban voltak, és sikerült megvalósítanunk, akkor ugye negyedikek voltunk, most legutóbb harmadikok. Hát ha most többek lennénk, akkor az már egyértelműen feljutást eredményezne. Ezt nem lehet egyébként ilyen bátran kijelenteni, mert 13 új játékos jött, és még várhatóak futballisták. Teljesen kicseréltük a keretünket. Azért a kezdőből talán 4 játékos távozott, ha jól emlékszem. A többiek azok többé-kevésbé perememberek voltak. Most viszont hoztunk olyanok, akik tehetségesebbek, többet tudnak futni, fiatalabbak ezáltal, időre is van szükségük természetesen, hogy beépüljön a csapatba minden játékos, és megtaláljuk a megfelelő játékrendszert. A már tavasszal kinevezett vezetőedző, Kondás Elemér 6 hete készül a csapattal. A szakember szerint fontos a jó rajt. A csapat, amit mondtam is az elején, hogy folyamatosan alakul, tehát nem vagyunk még teljesen kész. Kell még néhány hét ahhoz, hogy mindenki a csapat rendelkezésére álljon, de én úgy vagyok vele, én mindig úgy vagyok vele, hogy nagyon várom az első fordulót. Nagyon fontos az, hogy az első fordulóban hogyan tudunk szerepelni. Győzelemmel szeretnénk kezdeni, az adna a csapatnak egy lökést. Hefler Norbert közel 100 NB1-es mérkőzéssel a háta mögött igazolt Kisvárdára. A 27 éves középpályás új csapatával is megcélozza az élvonalat. Elsősorban szeretnék feljutni. Ugye ez sikerült most kétszer az utóbbi 2 évben. Úgyhogy mindenféleképpen ez az elsődleges, hogy jussunk fel. Szeretnék a csapat hasznára lenni, igazából segíteni minél többet góllal, gólpasszal, mert elég jó érzés igazából feljutni, többször sikerült, és tényleg jó érzés ezért dolgozni. A szurkolói ankéton az is kiderült, hogy mikortól játszhat az új stadionban a kisvárdai csapat. Azért kértem a végén szót, hogy pontos információval rendelkezek. Most kérdeztem meg a kivitelezőt, illetve a közbeszerzés lebonyolító gazdasági társaságot, hogy na vajon mikor lesz már olyan állapotban a stadionunk, hogy műszaki átadás után használni is lehessen. És az információt kaptam, hogy 2018. március 31-ig meg kell csinálnunk a műszaki átadást. Ugye április 1-én lenne az első itthoni mérkőzésünk, talán az még egy kicsit korai, de azt gondolom, hogy a 15-i budafoki meccset azt már ott tudjuk játszani, és az igazán nagy várt az a 29-i megyei derbi a Kisvárda Nyíregyháza. Tehát úgy néz ki, hogy jövő év tavaszától már itthon a új stadionunkban tudunk játszani. A bajnokság vasárnap rajtol az NB2-ben. A Kisvárda főpróbája jól sikerült, Kondás Elemér együttese 2-0-ra verte a romániai Szatmárnémetit. A nyitófordulóban a Mosonmagyaróvár látogat a Várkerti pályára.